ahogyan folyamatosan nézzük Isten dicsőségét, mint egy tükröt, egyre jobban átváltozunk az ő képmására. A dicsőség egyik szintjéről még több dicsőségre jutunk, ez pedig az Úrtól jön, aki a Szellem. Ámen. Ahogy ott vagyunk Isten jelenlétében, és szemléljük út, úgy átváltozunk az egyik dicsőség szintről a következő dicsőség szintre, és ez az Úrtól van, és ő pedig Szellem. Ámen. Jézus arra hív minket, hogy kövessük őt. Ott volt Lévi, aki ott ült a vámszedő asztalnál, ez volt az ő munkája, hogy ő szedte a vámot az emberektől, és oda megy Jézus is, azt mondja neki, hogy gyere és kövess engem. És Jézus ugyanezt teszi a mai napon is. Elhív embereket arra, hogy kövessék őt. Amen. És minket is arra hív Jézus, hogy kövessük őt. De mit jelent valójában követni? Követni azt jelenti, hogy másolom azt, akit követek. Követni azt jelenti, hogy megpróbálok hozzá hasonlóvá válni. Amen. Követni valakit azt jelenti, hogy felzárkózom hozzá. Azt jelenti, hogy reprodukálom őt. És hogyan tudom őt reprodukálni? Úgyhogy bennem van az ő igéje. Amen. És ugyanazt a gyümölcsöt termi bennem az ige, mint amit Jézus Krisztusban. Amen. Ezt jelenti az Urat követni. Azt mondja a Lukács 5.27. Igen, itt a Lukács 5.27-ben hívja el az Úr Lévit. De a következő igaz pedig a Lukács 10.25. Lukács 10.25. Azt mondja, íme egy törvénytudó felkelt, megkísértvén őt is ezt mondta, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak, a törvényben mi van megírva? Mit olvasol? Az pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. A múltkor, amikor buzítottam, akkor elmondtam azt a részét, amikor azt mondja Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Most pedig a másik részét szeretném nektek kibontani. Azt mondja is, szeresd fele barátodat, mint magadat. És így folytatja, mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak. De ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén ezt mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztották és megsebesítették. Elmentek és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig megy alá vala azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bört töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenében két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondané ki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett, kérdezi Jézus. Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ámen. Jézus elmond egy példázatot, az irgalmas samaritánus példázatát. Biztosan nagyon sokan már hallottátok ezt az igét. És azt mondja, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Elmond egy történetet, és Jézus azt mondja, hogy eképpen cselekedjél. Jézus arra hív, hogy másképp reagálj dolgokra, mint a világ. Amen. Itt van ez a történet. Ott volt a pap, és ott volt a lévita. Akik tudjátok, mit csináltak? Mikor mész az úton, lehet, hogy volt ilyen a múltban, megláttál valakit, akivel kapcsolatban volt valami negatív tapasztalatod a múltban. Megláttad az úton, és mit csináltál, átmentél inkább a másik oldalra, hogy ne is kelljen vele találkozni. Ott volt a pap, és ott volt a lévita. Meglátták ezt az embert, aki ott volt összeverve félholtan, aki ott volt cserben hagyva. Ma ezt cserbenhagyásnak neveznénk. És elfordultak, elfordították a tekintetünket, és átmentek az útnak a másik oldalára, és elfordultak. Ott volt a lévita összeverve, félholtan, és ők a másik irányba néztek, és elmentek mellette, és nem segítettek. És azt mondja Jézus, hogy az a fele barátod, aki így segít rajtad, mint ez a samaritánus. Azt mondja, hogy menj el, és te is eképpen cselekedjél. Jézus arra hív, hogy másképp tegyünk, mint a tömeg. Amen.
arra hív, hogy tegyünk úgy másokkal, mint az idegen samaritánus, a kifosztott, megsebesített, cserben hagyott férfival. És négy dolgot emeltem ki ebből a történetből, amit Jézus szerint tennünk kell. Azt mondja, menj el is, hasonlatosképpen cselekedjél, ehhez hasonlóan tegyél. Az első, amikor meglátunk valakit, aki ki van fosztva, aki alig él, aki cserben hagytak, akkor ne menjünk át az utca másik oldalára, ne fordítsuk el a tekintetünket, és ne hagyjuk ott segítség nélkül, ahogy sajnos manapság ezt sokan megteszik.